Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben című sakkmagazin 2013 évi novemberi adásában. Én a rovatvezető Gunyát Zoltán vagyok, a Megyei Sakkszövetség titkára. Állandó vendégem a Megyei Sakkszövetség elnökségének a tagja, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, és a figurákat ezúttal is Barnót Anita kisasszony vezeti, a Piremon MB2-es sakkcsapatának női játékosa. Az előző műsorunkban egy feladványt mutattunk be a műsor végén, amelynek a helyes megfejtői között egy sakkönyvet sorsolunk ki. Az idei e hónapi sorsolás Gurály László Andrásnak, a Dávid SC sakkozójának kedvezett, aki több helyes megfejtés között szintén eltalálta a megfejtést, amit most szeretnénk bemutatni. Tehát az adott állásban sötét lép először, sötét észleli, hogy a világos király indisponált helyen van, egy torlaszképző áldozatot mutat be, vezér F5 C2, sakk. A király nem üthet vissza, mert a D4-en álló huszár miatt ezt nem teheti meg, ezért csak is bástya üt C2 lehetséges. És most következik a vonalfeltáró áldozat. Huszár D4 B3 sakk. Ezzel feltártuk a D7 bástyának a vonalát, a D vonalát, és a G4 futó összjátékával mattolja a sötét királyt. Most ebben az esetben akár az A2 gyaloggal, akár a C4 futóval ütik a huszárt. Bástya D7, D1 mat következik. Egy lépéssel tovább húzhatja sötét király C1, B1-gyel. Erre is bástya D7 üt D1 következik, és a sakkot csak is bástya C2 C1-en lehet védeni, amire természetesen bástya D1 C1 mat következik. A bástya nem üthető, hiszen azt őrzi a B3-on álló huszár. Ez tehát a legutóbbi feladványunknak a megfejtése. A műsor végén egy újabb kombinációt fogunk bemutatni, amelynek megfejtői között szintén sakkönyvet, szakirodalmat fogunk kisorsolni. A feladatról csupán annyit mondok el, a műsor végén mutatjuk be, hogy a sakk világ történelmének egyik óriási kombinációja, egy nagyon híres kombináció. A sakk történelemnek két, egyik már nem élő, másik még élő titánja, fogalma mutatta be a kombinációt. Az előző műsorunk óta zajlottak az események természetesen megyénk sakkéletében is. Megrendeztük a második Nyíregyháza kupát. Ez egy országos kitekintésű sakkverseny volt, a második Nyíregyházi kupa. Péter nagymester nem indult a versenyen, hiszen ő a verseny főbírója volt, lévén a megye egyetlen FIDE bírója. A versenyre az ország több tájékáról érkeztek nevezők, döntően azonban a megye sakkozói játszottak. Az első helyet Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik ifjú titánja, Kovács Apolló hódította el, nem kis szerencsével, több partiban is a szerencse segítségével tudott győzni. A második helyen a tiszavasvári ese Nyíregyház illetőségű játékosa Lengyel László végzett, aki számtalan sikert ért már el az utóbbi években. A harmadik helyre pedig jó magamnak sikerült befutni. Külön meg kell, hogy említsem a 11 éves buji fiatalembert, Tóth Tibort, aki fiatal életkora, 2001-es születésű, 11 éves életkora ellenére a fődíjas helyre érkezett be, hetedik lett, sok első osztályú játékost megelőzve. Zajlottak az események a Nemzeti Csapatbajnokság küzdelmeiben is. A második forduló zajlott le a legutóbbi műsor óta. A második fordulóban a tiszavasvári csapata a miskolciaktól kapott ki tisztes arányban 7-5-re. A miskolci csapatról meg kell, hogy jegyezzük, hogy az NB1B-ben vitézkedtek évekig, financiális és egyéb problémák miatt csupán az NB2-be tudtak nevezni, tehát tisztes helytállásnak, becsületes szereplésnek értékelhetjük a tiszavasvári kisarányú vereségét. Nem sikerült jól a második forduló a Piremon esének. A Piremon ese az elmúlt, illetve egy-két évvel ezelőtt még érmes helyekért küzdött az NB2-ben, és nem egyszer még élen is állt hosszú hónapokon keresztül a bajnokságban.
Az elmúlt bajnokság óta azonban eligazolások miatt kissé meggyengült a csapat, és 7,5-4,5 arányú vereséget szenvedett hazai pályán a debreceni sakkiskolától. Bízunk benne, hogy a Piremonnak jobban fog menni az elkövetkezendő fordulókban, ugyanis igaz, hogy mesterektől, illetve erős játékosoktól meg kellett, hogy váljanak, azonban a fiatal játékosok, gondolok itt tanítára is, tudása gyors ütemben fejlődik, és a fiatalokra épít a Piremon, és a feltörekvő, egyre növekvő játékerejű fiatalok fényesebb jövőt predesztinálnak a Piremonnak. A harmadik NB2-es sakcsapat, a nyíregyházi sakkiskola szép győzelmet aratott hazai pályán. A Piremont az előző első fordulóban 7,5-4,5-re legyőző Kazincz Barcikát fogadta. A Kazincz Barcika az ukrán nemzetközi mestereit nem tudta elhozni a fordulóra, hazai játékos állománnyal állt ki. A hazai nyíregyházi sakkiskola csapata pedig 7,5-4,5 arányban elégtételt vett a Piremonnal szemben elért győzelme miatt a Kazincz Barcika sakcsapatán, és mire az adásba kerül a mai felvétel, addigra október 20-án a nyíregyházi sakkiskola a debreceni sakkiskolán kísérel meg elégtételt venni. A második forduló játszma terméséből egy játszmát válogattunk ki. A játszmát a Piremon játékosa, Bögi Kornél, első osztályú játékos nyerte, ő vezette a sötét figurákat. Ezt a tanulságos partit szeretnénk bemutatni, és külön kérem nagymestert, hogy ahol kiegészítendő és hiányos a parti bemutatása részemről, ott szóljon és javítson ki, mert természetesen sokkal jobb, ha az ő szakértelmével mutatjuk be a partit önöknek. Most tehát csinálunk egy tabularázát. Az adott partit az NB2 második fordulójában játszották, a világos bábokat a Kazincz Barcika játékosa Neuberger Attila vezette, a sötét figurákat pedig a Piremon erőssége Bögi Kornél. A világos figurákat vezető barcikai játékosnak több mint 100-al volt magasabb az értékszáma, az adott partiban azonban nem ez mutatkozott meg. Világos szokásához híven C4-gyel nyitott, amire Kornél az általa már jól megtanult és begyakorolt F5-tel a holland védelembe vezette a játékot. Huszár C3, huszár F6, D4, E6. Sötét még fenntartja a lehetőséget a hollandi védelem Ijinzsenyevszki rendszerére D6-tal, illetőleg D5-tel is a kőfal változatot. Megjegyzem, aki ismeri Kornélnak a stílusát és játékát, az tudja, hogy valószínűleg a kőfal változatot fogja játszani, de hát világos nem biztos, hogy ezt tudta. Világos tehát G3-mal folytatta, G2-G3-mal, a világos mezejű futóját G2-vel a nagy átlóra szándékozik fejleszteni, amire Kornél futó F8-E7-tel válaszolt, és futó G2. Kornél rövidre sáncolt, amire világos E3-mal egy viszonylag ritka változatba terelte a játékot, nem ismeretlen azért a mestergyakorlatban, ez a rendszer meglehetősen szolid vezérszárnyi kezdeményezésre épül, azonban nem ezek a fő változatok. A huszár F3 vagy a huszár H3 sokkal több esélyt ad világosnak E3 helyet. Nagyobb játékot ad? Hát sokkal nagyobb, igen, huszár F3 ugye a fő változatban megy bele, és huszár H3-nak az az értem, hogy azonnal F4-re próbálja a huszárt játszani, és ott nyomás alá helyezi a fekete centrumát. Kornél D5-tel átment, a D7 D5-tel a Stonewall a kőfal változatba, C5 D5, E5 D5. Világos, mintha arra játszana, hogy vezérszárnyi minoritás támadással elszigetelje a D5 gyalogot, és tartós nyomással azt lenyerje. Igen, csak akkor a futót érdemes lett volna C1-ről kihelyezni G5-re. Vagy F4-re. Hát, itt egy picit a fehér állásnak ez a hibája, hogy C1-en bent ragad ez a futó, és azzal nehéz mit kezdeni. Huszár G2 következett. C
C6-tal Kornél alátámasztotta a D5 pontot. Majd Világos A3-mal folytatta. Itt a nagymester gyakorlatban inkább a B3 szokásos és ismert, amit már a legnagyobbak is kipróbáltak. 1951-ben a Botvinnik-Bronstein világbajnoki döntőn is ezt játszották, illetve 1977-ben Belgrádban olyan nagy ágyuk játszották a B3-at, mint Boris Paszki, Viktor Korcsnoj ellen világbajnok jelöltek elődöntőjében. Egy más ötletet igyekszik Világos megvalósítani, amire Sötét, itt már ismeretlen vizeken járunk, A5-tel válaszolt. Azt hiszem, hogy én talán huszár C6-ot húztam volna, de látjuk, hogy Kornél egy más stratégiai elgondolást követett. Mert huszár? Mit lépte? Huszár A6-ot húztam volna. A6. Rövid sánc Világos részéről, és Kornél csak most húzott huszár A6-ot. Az egész azért jó, mert egy B4 ellen, a B4-B5 minoritás támadás ellen volt ez az A5 lépés, tehát hogy ne tudjon fehér megindulni az alap ötletével. Azért lépett a A3-at, hogy B4-B5-tel megtámadja a vezérszárnyon a C6 gyalogot, azt elgyengítse, és ugye azért jött ez az A5, hogy most megakadályozza, és nem tudja fehér a játékát játszani. Tehát ez egy nagyon jó ilyen profilaktikus lépés, az az A5 lépés. És akkor bástya B1 után kell a B4-et. Igen, és akkor kell lépni még egy bástya B1-et, és még úgy sem nagyon megy, mert a huszárfutó ugye, meg a gyalog 3-mal fogja a B4 mezőt. Világos futó D2-t húzott, amire Kornél egy érdekes lépést tett, vezére 8. Én nem is tudom, itt akár huszár E4 is szóba jöhetett volna a centrális mezők nyomásával, vagy hát akár nem is tudom, bástya 8 vagy huszár C7. Hát itt a huszár vezér H5 a terv, tehát hogy valahogy a vezér G6, H6, és a vezért átdobni a vezérszányra, és így támadó szerkezetet valahogy létrehozni a királyszárnyon a fehér király. Kérdés, hogy addig mit ér el Világos a vezérszárnyon? Hát nagyon nehéz ki számolni, hogy ki jön előbb. Igen. Minden esetét következett huszár A8. A4. Huszár A4. Ugye rámutatva az A5-B6 pontgyengeségekre, és futó D8-at húzott Sötét erre. Érdekes, hogy még egy tisztet visszavitt az alapsorra, de mégis jól valósítja meg a figurák közötti összhangot. B4, amire érdekes ötletként B5-öt válaszolt Kornia. Péter, mi a véleményed erről? Nem gyengül ki a C6 pont ebben az adott állásban? Hát most az kérdés, hogy a futóvé, de természetesen kigyengül. Itt én mindenképp huszár B2-t lépném fehérrel. Huszár C5-tel ugye, ha leüti, az fekete a huszára, gyaloggal kell visszajutni C5-re, és onnantól kezdve nem gyenge a C6 gyalog. Tehát, hogyha azt fenn akarjuk tartani a C6 pontnak a gyengeségét és támadhatóságát, huszár B2, huszár D3, és vagy ugye huszár E5, vagy bástya C1-el ugye a C6, és utána huszár C5-tel a C6 gyalog. Ha támadtam volna rá. Én mindenképp ezt játszottam volna, te pedig folytatod a partival. Mit lépett itt? Fehér. Huszár C5-öt húzott, igen, nem járt ez a te edzésedre. Stratégiai hiba igazából, mert a C6 gyalog ugye leütjük, és a C6 gyalog így nem marad gyengén. Huszár 5 C5 következett természetesen, bezárva a C6 pontnak a gyengeségét, B5-t C5. B4. B4 hát itt is C5. Mindenképp D-vel ütnék, ha már lehetne választani. Mert egy a futónak megnyílik a nagy átló, futó C3-mal. Ugye egy tehát a futót behelyezzük az A1, H8 átlóra, hogyha visszarakjuk a B gyalogot, rakjuk vissza. Tehát ez következett így, volna. A D-vel ütött van a futó C3, és a D4 mező is ott ragad, akár a futónak, huszárnak. És jól lehet a huszár D4-re is beállítani, F4-re is körülményektől és függően. Tehát ez egy egyértelműen jobb szerkezet lett volna. Fogalmazhatunk úgy, hogy pozíciós hiba volt Világos részéről? Igen. Egy ugye a C6 gyalog nem gyenge, plusz így a fehér tiszteknek, főleg a futónak, nagyon fekete mező mozgó futónak nem egyszerű jó helyet találni, jó aktív játékot támadó. Csak a C1 H6 átlón védekező hát szerepet tölthet be. Igen. Tehát nem használja ki a tiszt lehetőségében adódókat. Értem. Kornél észlelte, hogy a vezérszárnyon elhalt Világos kezdeményezés, a centrumban sem tud ellencsapást vezetni, ezek szerint szabad kezet kap a királyszárnyon, ezért gyalogrohamot indít G7-G5-tel, ahogy Péter a hollandi védelem általános stratégiájában ismertette. G5,
bár én lehet, hogy előbb még huszár E4-et húztam volna, erre következett F3. Nem hibáztatható ez a lépés, Kornél a tisztekkel vonul fel a király elleni rohamra vezér E8-G6-tal, és azt hiszem érdemes megfigyelni, hogy a sötét királyállásban a térhátrány miatt nagyon nehéz a tisztekkel manőverezni, sötét pedig a térelőny birtokában könnyebben tud a király ellen felvonulni. Vezér C2 következett. Pusztán azért, Péter, hogy sötét ne húzhasson F5, F4-et? Hát valahol ki kell rakni ezt a vezért. Ez jó kérdés. Lehet, hogy huszár C3, E4 lehet a terve fehérnek. Valahogy valamit tennie kell. Tehát, hogyha nem csinálunk semmit, akkor, ugye, amiről beszéltünk, lépfekete egy futó C7-et, H5, H4 akár F4-es tervelét előre jön. Tehát könnyű a játékot megtalálni feketével, és fejre elég nehéz jó támadó tervet találni. Tehát marad a védekezés, és szerintem megint azért, hogy még ne jöhessen gyakorlatilag. Ha már mondjuk azonnal F4 még nincs, mert ezt még gyaloggal le tudnám ütni, és a huszár. Inkább az, hogy a bástyát... G6 és egy nagyon fontos támadó tisztet lecserélni. Vagy esetleg a bástyát hozni egyre, és huszár C3, és valahogy E4 rájátszani. Centrumáttörést megvalósítani. Csak ezt tudnám javasolni ennek a lépésnek az ötlet találójára. Hát erre következett bástya A7, sötét részéről bástya A8, A7, nyilvánvalóan a bástya G7-re kívánkozik. Ez egy nagyon jó terv. Ugye, hogy nem a futóval jövünk, hanem a bástyát azonnal átdobjuk a vezérszányra, vagy az E-vonalra akár adott esetben, és tehát vezérszányra, vagy a királyszányra, és támadó feladatokat kap, és nem marad bent a nyolcon. Világos pedig igyekszik a gyalogokkal lezárni a királyszárnyat, és H3-at húzott, ami talán pozíciós hiba, hát ilyen gyaloglépéseket konkrét kényszer nélkül azt hiszem nem szabad tenni. Valószínűleg nem bírta idegekkel a védekezést? Hát ez jó kérdés. Itt nehéz itt most az ő fejével gondolkozni. Lehet, hogy igazából G4 lehetett a terve, és hogyha leütné fekete, akkor ugye vezér cserével könnyítene az állásán. De szerintem ez lehetett a terve, hogy G4-gyel itt valahogy megpróbálja megállítani a fekete gyalogrohamot, és vezér cserét valahogy ki eszközölni, hogy ne kapjon mattot. Tehát, hogyha fogy a támadó potenciál, tiszteket cserélünk, akkor sokkal nehezebb eredményesen támadni a világos királyállás ellen. Értem. Akkor valószínűleg a G4-es terv megelőzésére húzhatott Kornél H7-H5-öt. Igen, ez teljesen logikus. Ez esetleg a bástyát vagy G7-re, vagy H7-re, szóval a 7 bástyát hozza. Jó. Itt mi lett volna, hogyha világos király H2-t lépett, de mi lett volna, hogyha H4-et húz? H4-re meg leütöttem volna, és bástya G7-tel itt a G-vonalat el tudtam volna foglalni. Én, ami még mindig itt talán eszembe juthatna, talán nem tudom, hogy a G4-re persze magunkra nyitom az állást. Hát nem tudom. Nem tudom. Tehát itt nem egyszerű jó tervet találni fehérrel. F4 se az igazi, de lehet, hogy esetleg huszár C3 és F4 terve valahogy ott megállít. Nem tudom. Nagyon nehéz. Itt nem tetszik világos állása már. Tehát sötét kedve szerint támad, míg világos, nagyon nehéz védekezés előnéz. Könnyen felsorakozik a királyszányon, a tisztjeivel, és akkor így könnyű a játéka idézőjelben a feketének. Fehérnek nem olyan egyszerű. Én még mindig valahogy E4-re játszanék rá, de hát nem tudom, hogy az is mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Talán huszár C3, bástya 1, E4, talán még erre játszanék, de hát már azt mondom, hogy ez se tetszik. Jó. Az általános sakstratégiában úgy tanították nekem, hogy ha valaki tartósan védekezik, előbb-utóbb benne ég az égő házban, még hogyha rosszabb állást is vállalunk, de meg kell kísérni ellenjátékot, ellentámadást szervezni. Tehát még esetleg olyat tudnék kitalálni, nem úgy, egy nagyon extrém terv, hogy bástya F2, és a királlyal azonnal átrobogni B2-re. Én tudom, hogy nekem még ez egy elég extrém ötlet, de mondjuk nem kapna a királyom itt mattot. Tehát itt ugye szépen felálltak, felsorakoztak a gyalogok, bástya F2, és ugye menekülni át. És akkor itt legalább mondjuk a matból kimenekülök, és itt most jó H4, G4, F4, tehát fekete ott dönthet, de mondjuk legalább már nem itt van a királyom, én úgy gondolom. Másrészt meg ebben az esetben a kinyíló G-vonalon esetleg még világos is ellentámadáshoz juthat. Akár. Mindenesetre a B2, ugye mivel a fekete tisztek ide néznek királyszájra, én biztos, hogy mivel nincs tervem, jobb tervem nincs,
Ugye E4-re nem tudok játszani, akkor a királynak a helyzetét kellett volna megoldani. Hát világos, király H2-vel kísérelte meg a helyzetet megoldani, amire Kornél bástya A7-G7-et húzta. Teljesen logikus lépés folytatja a támadást, és világos bástya G1-et válaszolt. Nyilván arra játszik, hogyha kinyílik a G-vonal, akkor a bástyákkal szembenéz a G-vonalon, az F2 huszár, illetve E2 huszár tartja G1-en a bástyát, és kinyíló vonal esetén világos szerzi meg a G-vonalat. Erre futó C7-tel még egy támadó tisztet kapcsolt be Kornél az állásba. Ezt kötés hozott létre a G3 gyaloggal. A G3 gyaloggal, amire idegesen reagált világos, ugyanis F4-gyel kísérelte meg a futó átlóját betömni. Hát talán nem muszáj is volt, mert H4-gyel nagyon fenyegettük szétszetni ezt az állást, tehát ezért lépte ezt az F4-et fehér. Erre jött huszár F6-E4, amit már korábban is számításba jött, huszár F6-E4. E4-re. Meggyengült az E4 pont azonnal. És erre világos azonnal beütött F4-re. Nem lett volna jobb esetleg... G5-re? Vagy E4-re? E4-re, bocsánat. Futó G2-t E4. Egy bástya AF1, vagy nem is tudom valami másban gondolkodni. Talán bástya F1 az egyértelmű. Jobb lett volna, és utána elfüti G5-tel valahogy. Kornél ütött az F gyaloggal E4-re, így már neki nyílt ki a félig az F vonal is, és ezek után világos úgy tűnik elvesztette a fonalat, G4-et húzott. Hú, igen, ez ilyen kicsit ilyen kamikáze módon fehér rohant előre, de gyakorlatilag magára nyitotta az átlót, G vonal, F vonal, tehát feketének minden tisztje ide néz. Hát ez az érdekes, és itt játszik. Még az előző tervhez visszatérve, ugye esetleg a bástya F2 király F1-jel menekültem volna, ott az is eszembe jutott volna, hogy király F2 király E1, vagy király F2 bástya F1 király E1, és akkor mondjuk legalább a királyom már nincs itt a fekete tiszteknek az ösztüzében. És akkor legalább ugye itt mondjuk egy kicsit azzal tudtunk volna menekülni. Én amúgy lehet, hogy ott az volt a legjobb terv, király F2, bástya F1 és király E1. És akkor legalább én is az én tisztém is itt néznek, és akkor legalább itt mondjuk a királyom nincs itt ebben a haderőben. Tehát ez hát, én úgy érzem, hogy egyenlő volt a feladása ez a G4 lépés, de főleg úgy, hogy itt van a királyom. Tehát egyértelműen elvi hiba ezek szerint a fő hadszíntéren világosnak aktivitást mutatni. Hát erre Kornél természetesen gyalog üt G4. H5 üt G4. H5 gyalog, ezt igen. Gyalog üt G4. És erre következett bástya H7. Sakk. És itt már gyakorlatilag nyerő kombináció van, ugyanis király G3-ra, ott már király G3-ra, ott már minden fenyeget. Hát ott G-üti F4. G-üti F4, aztán futó üt G4. Bástya H4 is nagyon erős lépés, bástya üti G4. Tehát itt már szinte lehetetlen. Itt világos fel is adta már a partit, mert fekete nem lépett semmit, itt király G. Itt király G3 után azonnal feladta, azonnal a partit. Mert hát láthatta, hogy G5 üt F4. Igen, G5-t elvettük. Nézzük, Ancsa, G5 üt F4. Sakk, E3 üt F4. Hát vagy esetleg huszárral ütnék még. Huszárral is üthetünk. És azért üti G4 is jó, szerintem. Ne üssünk, mert csak üres még ott a G-vonal bástya miatt. Nem probléma, mert bástya H2-vel ezt eltüntetjük, és most, vagy akkor itt még lehet, hogy király F1-jel tudok jönni. És akkor benne maradtam a kötésben. Igen. Akkor tehát ezt én azt még nem ütjük le, ez még egy kicsit akkor C8 korai lenne. Nem G5-ön volt a vezér? G5-ön van. Vagyis nem, bocsánat, rosszul mondom, G6-on volt a vezér. G6-on van a vezér. G6-on. És akkor ide leütünk. De ha ezt nem akarjuk leütni, akkor itt mondom bástya H4, bástya üti G4 is, erre pedig... Én azt hiszem azért azt leüthetjük. Aha, melyiket? Leüthetjük még pedig a futóval. Futóval a G4-et. Futó üt F4. Futó üti, vagy F4? Ez az F4, ez a G4. F4. A lovat, vagy a lovat. Futóval. Hát indisponált helyre teszi a vezért, támadja a világos vezért, igen, és hogyha gyalog üt vissza,
mert mással elég nehéz, akkor itt következhet azt hiszem, hogy bika erős a futó G4, futó üt G4. Futó üt G4, ez is nagyon erős lépés. És akkor ebben az állásban már azért nehéz tanácsot adni, mert következik bástya H3, bástya H3, és akkor ugye király F2 szabályos lépésként, akkor következik egy E3 felfedett sakk, és elúszott a vezér is. Tehát innen, itt már azt hiszem teljes joggal adta fel, világos a part, hát mert szétesett az állása. Tehát ebben az állásban azt hiszem teljes joggal adta fel, világos a partit. És most a műsor végén mutassuk be a következő feladatot. A táblán látható állást két extraklasszis szuper nagymester, világbajnok és világbajnok jelölt partiában fordult elő. Világos lép, és néhány lépésben teljesen nyerő állást ér el egy kombinációval. Kellemes fejtörést kívánok, kedves nézőink! Kérem, küldjék be a megfejtést a lólépésben@gmail.com e-mail címre. A helyes megfejtő között ezúttal is sakkirodalmat fogunk kisorsolni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!